Sziasztok! Köszöntelek újra benneteket, Sunshine State vagyok. Mai videóban arról szeretnék beszélni, hogy mi a különbség kapcsolat lezárása és az igazságtétel között. Ugye egy narcisztikus kapcsolatban ez a kettő, ez nagyon fontos lenne. De, mint ahogy tudjuk, egy narcisztikustól soha nem tudjuk, vagy egy narcisztikussal soha nem tudjuk lezárni teljesen a kapcsolatot. És miért van ez? Ez azért van, mert ahhoz nekik az be kellene ismerniük, hogy ők voltak a hibásak, hogy tiszta szívből bocsánatot kérjenek, hogy megbántottak téged. Ugye ezt az ő büszkeségük nem engedi. Ehelyett mit kapsz? Ugye a blame shifting, tehát visszahárítják rád a felelősséget. Te leszel a rossz, téged tesznek rosszá. Mindenért téged hibáztatnak, még azért is, amit ők csináltak. Na most ugye így egy kapcsolatot lezárni lehetetlenség. Mert mivel jár ez? Ugye nem elég, hogy tették azt veled, amit tett. De ennek fejében még ugye te vagy a hibás, te vagy a rossz. Te vagy az őrült. És ez benne hagy téged ebben az ördögi körben, hogy te tudod, hogy mi történt, de ugye mindenki más azt mondja, hogy minden sztorinak két oldala van. Na most ugye egy narcisztikus kapcsolatra ez nem vonatkozik. És ez benne hagy téged ebben az összezavarodott, negatív érzelmekkel teli gyászban. Dühös vagy, mérges vagy. És ugye minden más, amit nem kéne, hogy érez.
Na most az igazságtétel. Hogy igazságot szolgáltasson neked valaki, vagy egyáltalán elismerje valaki, hogy neked van igazad. Ez úgy szintén nagyon ritka. Ebben a kettőhez hasonlít. Tehát, hogy ez a kettő nem fog megtörténni. Ez lehet olyan is esetleg, ugye, hogy rosszat kívánsz a narcisztikusnak. Vagy esetleg csinált veled valamit a narcisztikus. De mondjuk az igazság szolgáltatás szempontjából, tehát mondjuk a hatóságoknál ez nem büntény. És akkor ugye megint ott maradt lógva. És fáj. Most a fájdalom mind a kettővel együtt jár. És aztán esetleg megtörténhet. Ha mondjuk nem is azért, amit veled műveltek, azért kapnak mondjuk egy büntetést, vagy bíróság elé kerülnek, vagy mert mondjuk a következő barátnője, következő kapcsolata a narcisztikusnak, mondjuk olyat művelt vele, amit már az igazság szolgáltatás, és azt mondja, hogy a. Akkor itt talán érezhetsz, de mégis valahol született egy kis igazság. Hogy megkapta a büntetését, megkapta azt, ami járt neki. De ugye ez ritka. Vagy esetleg rosszul investálta be a pénzét, és ezzel elvesztette az egész vállalkozását, a vagyonát, a lakását, hajléktalanná vált. Itt úgy szintén érezhetsz egy kis igazságszolgáltatást. De ugye ez nem valószínű. És ez a kettő nélkül elindulni a gyógyulás folyamatán nagyon-nagyon nehéz és hosszú folyamat. Mert ugye magadban lezárni most hogy tudnád magadban lezárni a kapcsolatot, ezt a toxikus kapcsolatot.
Azért lehetőség van rá. Higgyétek el. Én is annó próbáltam. Lezárni a kapcsolatot az exemmel. És természetesen nem sikerült. Tehát se egy bocsánatkérés, se az, hogy igen, én voltam a hülye, semmi. És ugye enélkül felállni, hogy mondtam, ugye rettentő nehéz. Most azért van rá megoldás. Mert ha egyszer rájössz arra, hogy kivel álltál szembe, mivel álltál szembe, és elkezded kutatni, megpróbálsz választ találni, mit, miért, hogyan, és ugye ilyen helyekről, mint a YouTube, vagy egyes filmek, például nagyon jó példa erre a Tinder Swindler, vagy nem tudom, hogy hívják ezt a műsort. Egyszer megnéztem. De ha ilyeneket elkezdesz nézni, akkor lassan összeáll benned a kép. Lassan rájössz, hogy nem te vagy a hülye. Nem a te hibád volt. Soha nem is a te hibád volt az egész. És ahogy még jobban belemész, belemerülsz ebbe a témába, akkor már megérted, hogy nem is várhatsz se bocsánatkérést, se semmit. Az se, hogy minél előbb le tud zárni a kapcsolatot, ezt a toxikus kapcsolatot. Tehát azért mondom, hogy ez egy hosszú folyamat. Ez a kettő nélkül. Te ugye, ha te utána nézel a dolgoknak, és rájössz a dolgokra, és megérted, ez már egy lépés. A második lépés, ami nagyon fontos hozzá, a hit. A hited. Hogy hiszel abban, hogy vannak még jó emberek. Nem adod fel. Hiszed, hogy helyre jössz.
valahogy, hogy egyszer majd jó lesz. Mert te ezt nem érdemelted meg. Nem szabad feladni a hitedet. És esetleg, ha találsz mondjuk egy olyan barátnőt, ismerőst, akivel tudsz beszélgetni, aki megért téged, az már úgy, az úgy szintén egy pozitív dolog. Nálam is ebből állt a felépülés, így tudtam lassan lezárni ezt a kapcsolatot magamba. Hogy elkezdtem kutatni, keresni. És hogy ahogy minél jobban belemélyedtem a témába, egyre több mindent értettem meg. És akkor leesett, hogy én tőle nem is számíthatok. Arra, hogy bocsánatot kérjen. Valaha is. Igazságszolgáltatás. Nem tudom. Én szerintem eljutottam arra a pontra, hogy engem már az se érdekel, hogyha visszakapja az élettől. Abszolút nem érdekel. Nekem már az maga, egy igazságszolgáltatás volt. Hogy úgy, ahogy talpra álltam, mert akartam. Újra boldog vagyok. És igen, megváltoztam külsőre is. Tehát már nem az a megtört, megfáradt, bottal járó nő vagyok, aki akkor voltam, amikor én őt elhagytam. Rengeteget változtam. És nekem az is hozzá tartozik az igazság szolgáltatáshoz. Hogy tapasztaltabb lettem. Tehát ezzel nem azt mondom, hogy megköszönöm neki, hogy ő mit tett velem. Okosabb lettem. Érettebb. És ez nekem bőven elég. Lehet, hogy egy kicsit vontatott,
ugye, ahogy beszélek, de ugye ez megint egy nagyon komoly téma, amit nagyon sokszor ugye nem kapunk meg. És úgy, ahogy az előbb mondtam, ugye idézőjelben ott maradunk lógva a levegőbe, összezavarva, összetörve, fájdalomban. És úgy gondolom, hogy azért ez igen fontos téma, mert nagyon sokan még mindig abban a pozícióban vannak. Tehát náluk még mindig nagyon sok, nagyon friss a seb, nagyon friss az emlék, akik sajnos még nem tudtak úgymond megbocsájtani. A narcisztikusnak. Most a megbocsájtás az teljesen más, mint azt, hogy elfelejted a dolgokat. De a te újjászületésedhez, a te gyógyulásodhoz fontos, hogy ne maradjon méreg magadban. Most soha nem fogom neki elfelejteni azt, tehát mindig emlékezni fogok rá, hogy mit tett velem. De már nem úgy, mint az elején. És ahogy mondtam, nagyon-nagyon lassan, de sikerült megbocsájtani neki. És nem azért, mert jaj, ez egy személyiségzavar. Vagy hogy ez egy mentális betegség, egy mentális probléma. Nem. Mert tudják nagyon jól, hogy mit csinálnak. Ők ezt az életet választották. Úgyhogy ez mindig az eszembe fog maradni. Úgyhogy talán azt hiszem, hogy végül is ennyit szerettem volna mondani nagyjából, ugye, hogy mi a különbség. Ugye két dolog között. Mind a kettő fontos lenne. Sajnos, mint ahogy mondtam, nem mindig kapjuk meg. És ha úgy érzed, hogy szeretnél esetleg velem beszélgetni, nyugodtan megtalálhatsz a Facebookos csoportomban. Ott elérsz.
előre egyeztetünk időpontot, és beszélhetünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgattatok. Remélem, hogy tudtam segíteni valamelyest, és nem sokára találkozunk. Köszönöm szépen. Sziasztok!